Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Köszönöm a bemutatást, valóban, ahogy elhangzott, Farkas Attila vagyok, a Krétának az egyik oktatója, én magam is pedagógus vagyok. A mostani helyzetben ugye a Krétának a digitális online tanulás segítésében való lehetőségeiről elég sok szó esik. Szeretném akkor bemutatni, hogy mik azok, amik ebben segítséget nyújthatnak a pedagógusoknak. Mindenképpen szeretném már itt az elején kiemelni, hogy a tudásbázis oldalunk folyamatosan változik, és egyre újabb és újabb információkat próbálunk mi is a beérkező kérdések alapján föltenni, amire a megoldásokat is itt megnézhetik. Aki ismeri az oldalunkat, láthatja, hogy az eleje teljesen átalakult, külön a tanulóknak, a szülőknek, a tanároknak, illetve a vezetőknek szóló gyakran ismételt kérdések kerültek föl. Például, hogyha ránézünk egy ilyen tanulói oldalra, akkor néhány kérdés, amiről úgy gondoltuk, illetve amik beérkeztek hozzánk valamilyen fórumon, és ezeket megválaszoltuk. Utána ezekre a kérdésekre természetesen a bővebb válaszok, azok minden egyes kérdés alatt ott találhatóak, hogy hogyan lehet elérni, hol lehet megnézni, hogy lehet használni. Mindegyik felületen alatta oktató videók találhatók a kérdések alatt, ezekről, vagy ezeknek a mennyisége folyamatosan bővül, bővülni fog, tehát igyekszünk a most megnövekedett igényt ezeken a területeken is bővíteni. A leírásokkal kapcsolatban Kréta rendszer lehetőségei az online tanulás támogatásában címmel egy újabb szekció került ki, szintén rengeteg olyan központosított információval, ami közül jó néhány már amúgy is megtalálható volt a tudásbázisunkon, azonban nem itt a fő oldalon, de ide kigyűjtöttük, hogy itt elérhetőek legyenek. Azért nézzük meg ezeket a funkciókat, illetve ezeket az információkat a felületen online, hogy hogyan is lehet ezeket elérni. A rendszerbe ugye én már itt bejelentkeztem, de kezdjük az elejéről. A bejelentkezéssel. Az elfelejtett jelszó funkció nagyon fontos, hogy tudják, hogy ez csak és kizárólag a szülők esetében működik, tehát a pedagógusoknak, ha elfelejtik a jelszavukat, ez a funkció nem működik biztonsági okokból, ők csak az adminisztrátorokon keresztül tudják a jelszavukat módosítani. Nagyon sok kérdés érkezik, hogy jelennek meg most a szülők a rendszerben. A gondviselői hozzáférés igénylése gomb, illetve funkció, ezt minden egyes intézménynél kibekapcsolható. Itt tudnak a szülők úgynevezett csökkentett jogosultságot maguknak létrehozni. A csökkentett jogosultság azt jelenti, hogy a szülő kitölti a most látható formulát, amennyiben az adatai, amiket ide rögzített, megegyeznek a Kréta rendszerben lévő egy tanulónak az adataival, akkor a rendszer létrehoz számára egy csökkentett hozzáférési jogosultságot, amivel meg tudja nézni jelen pillanatban automatikusan a tanuló órarendjét. Ahhoz, hogy teljes hozzáférése legyen a tanuló adataihoz, az intézményből valakinek, adminisztrátornak vagy osztályfőnöknek ezt engedélyeznie kell. Tehát automatikusan teljes hozzáférést senki nem tud a rendszerből kívülről kérni, azonban hogyha a rendszerben lévő adatokat ismeri a szülő, akkor csökkentett hozzáférést igényelhet, amit csak egy gombnyomással, ezt fogom mutatni hamarosan, az adminisztrátorok vagy az osztályfőnök engedélyezhet és teljessé tehet. Bejelentkezve a felületre, ugye a szokásos választónál, menjünk most az osztályfőnöki felületre, vagy akár ugye adminisztrátorként is, ha van naplózási jogosultságunk, akkor már ezen a felületen az osztályfőnöki feladatok, osztálytanulói adatoknál elérjük a tanulókat. Abban az esetben, ha több osztályunk van, értelemszerűen minden osztály megjelenik, és a megfelelő tanulónál, akivel kapcsolatban például egy ilyen csökkentett jogosultsági regisztráció történt, a ceruzaikonnal belépünk, gondviselői listában megtaláljuk azokat a gondviselőket, akik már a rendszerben szerepeltek, illetve azokat is, akik bővített jogosultság nem felirattal kerültek a táblázatba, tehát például Farkas anya igényelt egy ilyen hozzáférést, amit szeretne, hogy bővítetté tegyen a pedagógus vagy az osztályfőnök.
Ezt erre a kis nyíra kattintva a bővített jogosultság állítása gombbal tudjuk elérni. Ugyanez a funkció működik abban az esetben, hogyha egy szülő elfelejtette a belépési azonosítóját, tehát például, hogyha Farkas nagymamának ugyan van bővített jogosultsága, de elfelejtett belépni és ezt jelzi felénk, akkor ugyanúgy a bővített jogosultság gomb fogja neki szolgálni a jelszó frissítési funkciót. Ha erre rákattintunk, a rendszer fölajánlja számunkra, hogy az elkészítendő felhasználó név jelszót tartalmazó kiskártyát legenerálja és PDF-be lementse, illetve kiküldje e-mailben a belépési adatokat. A jelen helyzetben nagyon fontos lehet, hogy amennyiben rendelkezünk a szülőknek, gondviselőknek e-mail címével, azt rögzítsük a rendszerbe, hiszen nagyon sok információt automatikusan kiküldhet a Kréta rendszer. Például ebben az esetben is azt mondom, hogy igen, szeretném Farkas nagymamának lecserélni a jelszavát. A rendszer kiírta, hogy sikeresen ezt legenerálta. Ugyan elkészített egy kis kártyát, de mindemellett egy e-mailt is kiküldött. Ahogy lehet látni, értesítés, tisztelt Farkas nagymama, Kréta rendszerben jogosultságát ehhez a tanulóhoz bővített jogosultságra emelték. Jelszót nem tartalmaz ez az e-mail. Nagyon fontos, hogy jelszavakat nem küldünk ki, tehát ebben a kiérkező e-mailben szerepel, hogy melyik tanulóval kapcsolatban történt a gondviselőnek valami változtatás. Az érkező linken szükséges a gondviselőnek belépnie a Kréta rendszerbe, és ott ő neki megadnia azt a jelszót, amit szeretne használni. Nagyon fontos, hogy abban az esetben, ha az intézmények akár évelején generáltak a szülőknek hozzáféréseket, de ezeket vagy nem osztották ki, hogy a szülők akkor nem léptek be akár az e-mailen kapott linkekre, akkor, mint ahogy lehet látni, a link a jelszó igénylésétől számított maximum egy hétig érvényes. Tehát nagyon sokszor problémaként érkezik, hogy ugyan legenerálták egy-két héttel ezelőtt ezeket az e-maileket, kiküldték, a szülő akkor nem kattintott rá, most szeretne, de nem tud. Azért nem lehetséges, mert van egy maximális élettartama ezeknek a jelszó módosító e-maileknek. Ugyanezen a felületen akár ugye az osztályfőnök is az új gombbal fel tud vinni új gondviselőket, ha ez számára meg van engedve. Szükséges beírni a nevét, szükséges a rokonsági fokát megadni, és ez a minimum. Ha szeretnénk egyedi felhasználó nevet és jelszót is rögzíthetünk hozzá, illetve e-mail címet. Ha e-mail címet már itt beírjuk a felhasználónkhoz, leendő gondviselőnknek, akkor ugyancsak, ahogy az előbb említettem, megkapja a hozzáférést. Ha nem, akkor a rendszer el fogja készíteni ennek a gondviselőnek a kis kártyáját, azt le tudjuk tölteni, és tájékoztat minket arról, hogy nincsen rögzített e-mail cím, ezért nem kapta meg a hozzáférést. Mindenképpen a kis kártyát kell eljuttatni, vagy annak tartalmát valamilyen módon a szülő gondviselő számára. És ahogy lehet látni, azonnal be is került ez a gondviselő a tanulóhoz. A rendszer automatikusan, hogyha nem egyedi kézzel beírt felhasználó nevet használunk, a tanuló 11 számjegyű oktatási azonosítóját fogja használni, majd ezt követően a G01, 02, 03 és a többi azonosítót fogja hozzáfűzni. Ebből egyértelműen lehet tudni, hogyha nem csak a 11 számjegy, hanem attól valamilyen eltérő módú felhasználó nevet nézünk, hogy az nem a tanulónak a felhasználó neve. Abban az esetben, hogyha akár pedagógusként ezen a felületen, vagy akár adminisztrátorként ezen a felületen is végeztünk, az e-ügyintézés, illetve az üzenetek menüponton keresztül tudunk még kommunikációt kezdeményezni. Panelt, hogyha odébb húzom, akkor jobban látható, hogy amellett, hogy látszik, hogy pedagógusként van 7 le nem naplózott órám, emellett megjelenik egy kis üzenetikon, aminél a kis egyes szám azt jelenti, hogy van egy olvasatlan üzenetem az elektronikus ügyintézési felületen. Az elektronikus ügyintézési felületre akár itt a kis ikonnal, akár az e-ügyintézés vagy az üzenetek menüponttal tudok átlépni. A különféle lehetőségek, a különféle átlépési lehetőségek attól függenek, hogy milyen beállításaim vannak. Tehát a különféle ikonok megjelenése attól függ, hogy milyen beállításaim vannak az adott rendszerben.
Az e-ügyintézés az e-ügyintéző joggal, illetve osztályfőnöknek beállított felhasználónak megjelenik, az üzenetek pedig abban az esetben jelenik meg, ha ezek a jogok nincsenek meg, és be van kapcsolva az intézményi üzenetküldés. Az e-ügyintézésben, hogyha rákattintunk, a rendszer automatikusan átléptet minket, és ez megint egy nagyon fontos szabály, hogy a krétából lehet belépni az elektronikus ügyintézés felületére. Ugyan a közvetlen link, ami most is meglátható, hogy eügyintézés.elkréta.hu felület a bejelentkezéshez segítséget nyújthatna, azonban a belépést nem lehet megtenni ezen a linken keresztül, kizárólag a krétából lehet átjelentkezni. Ennek biztonsági megfontolásai vannak. A biztonsági megfontolásokra, hogyha már egy bocsánat említettem, akkor annyiban kitérnék, hogy nagyon fontos tudni, hogy a kréta rendszer és a hozzá kapcsolódó elektronikus ügyintézés minden része az adott fenntartó saját rendszere az iskola kezelésében. Tehát bármilyen olyan adat, ami érzékeny, bármilyen szempontból érzékeny adatnak számít, ezeken a felületeken nyugodtan kezelhető, míg egy külső e-mail rendszerben küldött bármilyen érzékeny adattal kapcsolatban azért felmerülhetnek kérdések. Tehát érdemes ezeket átgondolni, hogy milyen információkat, milyen felületen továbbítunk a szülők, illetve a tanulók felé, vagy akár a pedagógusok egymás között. Az elektronikus ügyintézés felületére, ha belépünk, elképzelhető, hogy önöknél nem minden menüpont fog megjelenni. Az én rendszeremben olyan funkciók, olyan modulok is be vannak kapcsolva, amik még az intézmények számára nem érhetőek el. Azonban a beállítások intézmény menüpont mindenképpen látható, és itt egyrészt az ügyintézésre van lehetőség különféle beállításokat tenni, másrészt a harmadik menüpont az üzenetek fog minket segíteni abban, hogy az intézményi alkalmazottak, illetve tanulók és gondviselők kommunikálni tudjanak egymással a kréta rendszeren belül. Az üzenetek funkciónak a kikapcsolása, illetve bekapcsolása, az egész menüpont elrejtése, ennek a jelölő négyzetnek az üzenetkezelés funkció kibekapcsolásának a módosításával lehetséges, mely bekapcsolása esetén egy üzenetküldő mátrix jelenik meg, ahol szabályozhatjuk, hogy az egyes felek, például alkalmazott, ugye a pedagógusok, intézmény alkalmazottai, kinek tudnak milyen üzeneteket küldeni. Az igen azt jelenti, hogy tud küldeni, a saját azt jelenti, hogy a hozzá valamilyen módon kapcsolódó felhasználóknak, tehát az osztályfőnök a saját beállítás esetén az ő osztályába járó tanulók gondviselőit éri el, vagy az ő tantárgy felosztásában szereplő tanulók és az ő gondviselőik jelentik a saját funkciót. Ugyanez az egyéb esetekben is ugyanúgy érvényes, beállítható, és annak megfelelően fogja a rendszer kezelni. Annak ellenére, hogy például a tanulóknál le van tiltva, azaz nem lehetséges üzenetküldés az elektronikus ügyintézés üzenetküldő funkciójában, arra van lehetőségük, hogy válaszoljanak. Tehát nagyon fontos, hogy ha üzenetet nem is tud küldeni alapból egy felhasználó, mert le van tiltva, a válaszadás az ő esetében akkor is fog működni, tehát ha alapból nem tudnak a gyerekek, a tanulók üzenetet küldeni, kapnak a pedagógustól egy levelet, arra lesz lehetőségük válaszolni. Az üzenetek menüpontban van lehetőségünk tehát az üzeneteket elindítani, megkezdeni, és valóban, ahogy a krétában is látszott, van egy olvasatlan üzenetem. A listában alul található új üzenet írása gombbal tudjuk elkezdeni az üzenet küldését. Rákattintunk. A felületen megjelenik a címzettek hozzáadása. A címzettek hozzáadásánál a rendszer segít minket annyiban, hogy az adott intézmény kréta felületén beállított egyéb opciók, paraméterek szerint tudja a címzetti köröket szabályozni. Tehát egy gombnyomásra tudunk akár pedagógusként az összes tanárnak, vagy intézményvezetőként az összes kollégának levelet küldeni, akár csak az osztályfőnököknek, vezetőség tagjának, illetve a gondviselők és tanulók esetében ezt tudjuk szabályozni osztályszinten. Tehát gondviselőknél, illetve tanulóknál az osztályokat kell kiválasztani,
Amennyiben pedig több osztálynak szeretnénk üzenetet küldeni, akkor legördítve a lista aljára az összes osztálynak funkciót fogja felajánlani, és az összes osztálynak az összes tanulóját címzetként megjelölni a rendszer. Ezzel kapcsolatban érdemes azt átgondolni, hogy ugyanazt az üzenetet szeretnénk-e mindenkinek elküldeni, illetve, hogyha ez egy nagyobb intézmény, egy mondjuk egy 1000 fős intézmény, akkor előfordulhat, hogyha minden szülőt, minden gyereket belerakunk, akkor akár 2-3 ezer e-mailt is szeretnénk azonnal kiküldeni a rendszerből. Ez lehet, hogy egy hiba üzenetet fog okozni számunkra, azonban a rendszer hátterében az üzenetek kiküldése folyamatban lesz. Tehát nem kell megismételni az ilyen nagyszámú üzeneteknek a kiküldését, hogyha egyben szeretnénk, ha viszont eleve daraboljuk az üzenet kiküldést, akkor nem is kapunk ilyen visszajelzést. Ha kiválasztottuk az üzenet címzetjeit, címzettek hozzáadásával, megjelenik a címzetti lista. Természetesen tudunk akár újabb osztályt, akár más köröket, más címzetteket is hozzáadni, akkor ezeket a felület fel fogja itt sorolni. A mostani helyzetben azt szoktuk javasolni, hogy az üzenet tárgyánál egy olyan megkülönböztetést tegyenek, amely segíti azt, hogy ez az üzenet miről szól. Tehát például a mai napon matematika tárgyból a 4. A osztálynak és a 2. A osztálynak fogok írni. Ez egyrészt számomra is segítség, hiszen vissza tudom keresni az ilyen témájú, ilyen tárgyal ellátott üzeneteket. Másrészt bármikor ugye tudok ezek alapján szűrni vagy keresni. Az üzenet megírását követően, csak ide néhány üzenetet előkészítettem. Begépeltem volna az üzenetet. Ha szükséges, akkor tudok dokumentumot is csatolni. A dokumentum csatolásnál érdemes arra figyelni, hogy ugyan bármilyen dokumentumot tudunk csatolni, de elképzelhető, hogy ha túl nagy a dokumentumunk, akkor annak megint csak az e-mail kiküldésnél fog, vagy okozhat némi késedelmet. Amennyiben ezt is elvégeztük, ha szeretnénk, a küldés után a rendszer elküldte ezt az e-mailt, az elküldött üzeneteknél tudjuk megtekinteni, ugye, hogy milyen tárgyal, milyen címzetti körnek küldtünk ilyen üzenetet. Az elküldött üzeneteket ugyanígy az elektronikus ügyintézés felületen tudják megtekinteni a címzettek, azt hamarosan meg fogjuk akkor nézni. A beérkezett üzeneteknél, ugye bármelyik tanulótól vagy kollégától, szülőtől érkező üzenetet ugyanúgy, mint egy e-mail rendszerben meg tudjuk tekinteni, tudunk rá válaszolni, vagy hogyha szükséges, továbbítani tudjuk. Az üzenetküldésen kívül a kérdőívek szerkesztése szokott még kérdés lenni. A létrehozott kérdőíveken belül láthatjuk a már létrehozott kérdőíveinket, illetve a korábbi kérdőíveket meg tudjuk jeleníteni, alapból elrejtve jelenik meg ez a felület, tehát a korábbi lezárt, visszavont kérdőívek a listában nem jelennek meg. Új kérdőív létrehozásával kapcsolatban kell egy címet adnunk, ugyanúgy a kérdőívnek, mint ahogy egy üzenetnek, kísérőszöveget, kitöltési határidőt meghatározni, ami lényegesebb a kérdések szerkesztése. Különféle jelölő, illetve választodási lehetőségeink vannak, mint egy normál kérdőív esetén, ugye szövegdoboz, szükséges valamilyen szöveges választ a tanulóktól, egy jelölő négyzet, ahol többes választ tudnak adni, egy rádiógomb, ahol egyet tudnak választani, egy legördülő lista, ahol egy listából tudnak választ adni, értékelések, ahol a megfelelő számot tudják választani, illetve egy logikai érték, ahol igen-nem választ tudnak adni. Minden egyes kérdés típusnál van lehetőségünk szerkeszteni a címet, van lehetőségünk szerkeszteni a különféle válaszokat, és ennek megfelelően jelennek meg a felületen, illetve ugye akár újabb lehetőségeket, vagy az egyéb válasz lehetőségét is tudjuk alkalmazni. Beállíthatjuk még, hogy több oldalas legyen a kérdőívünk,
és akkor a kérdéseket akár szelektálni is tudjuk. Bizonyos kérdések az első, második, vagy több más oldalra kerüljenek át. A kérdőívet ki is tudjuk próbálni, láthatjuk, hogy mit hoztunk létre, és abban az esetben, hogyha nem megfelelő valami, akkor vissza tudunk menni és tovább szerkeszteni. Egyéb beállítások esetén kérdőívnek tudunk különféle haladó beállításokat tenni, alapból ezeknek a módosítása nem szükséges. Ami azonban bármelyik kérdőívvel kapcsolatban fontos információ lehet, hogyha akár az intézményen belül, vagy intézményen kívül ezt a kérdőívet szeretnénk megosztani, mert mondjuk egy kérdőíven keresztüli számon kérést készítettünk, és szeretnénk, hogy ezt más kolléga, akár a munkaközösségünkbe, vagy más ismerős kolléga, akár másik intézményben használja, van arra lehetőség, hogy az elkészített kérdőívet exportáljuk, illetve a kollégának eljuttatjuk, akkor ő az importálás felületen ezt vissza tudja olvasni. Tehát, hogyha Kréta rendszert használunk, akkor a Kréta rendszerek között van arra lehetőség, hogy akár kapjunk, akár átadjunk információkat a kérdőívekkel kapcsolatban, tehát továbbítani tudunk kérdőívet más kollégák számára is. A pedagógusi felülettel kapcsolatban még, illetve az adminisztrátori felülettel kapcsolatban, én most a Krétában akkor átváltok adminisztrátori szerepkörbe. Ahol, amikről az imént már beszéltünk, ugyanúgy a nyilvántartás tanulók felületen lehet tanulók számára, illetve a gondviselők számára hozzáféréssel kapcsolatban bármilyen módosítást végrehajtani. Hogyha megnyitjuk a tanulót, akkor a tanuló gondviselőinél ugyanazt a felületet látjuk, mint amit az előbb osztályfőnöki felületen, ugye? Ugyanúgy a bővített jogosultsággal tudunk új hozzáférést a gondviselőknek generálni, illetve a belépési adatok felület a tanuló számára felhasználó név újragenerálás, illetve jelszó újragenerálás funkciókat adja. Ha szükséges, akkor itt tudunk akár a tanulónak kézzel, akár az újragenerálással egy automatikus új jelszó generálást végezni. A generálással kapcsolatban fontos, hogy ha jelszó újragenerálást fogunk kérni a rendszertől, akkor előtte érdemes a nyilvántartás testre szabás menüpontba megnyitni. A hozzáférés generálás beállításokat, hiszen itt a születési dátum, illetve a véletlenszerű generálási beállítás meghatározhat sok mindent. A születési dátum van beállítva, akkor automatikusan a jelszó generálás a tanuló születési dátumát fogja megadni, ugye az év 4 karaktere, kötőjel a hónap 2 karaktere, kötőjel a napnak a 2 karaktere, míg a véletlenszerű esetén egy véletlen számjegyű, vagy véletlen karaktersorozatszám 8 darab karaktere fog bekerülni a rendszerbe, mint jelszó. Ha a tanuló elfelejtette a jelszavát, akkor azt javasoljuk, hogy állítsák a születési dátum szerinti generálást, ezt akkor értelemszerűen mentsék el, majd a tanulónál generálják ki a jelszavakat, és tájékoztassák az intézmény honlapján a tanulókat, hogy felhasználó név az ő 11 számjegyű oktatási azonosítójuk, jelszó pedig a születési dátumuk ilyen formátumba. De ezt minél előbb változtassák meg, hiszen hogyha így publikussá tesszük, hogy most mindenki így tud belépni a rendszerbe, akkor érdemes azon gyorsan módosítani, nehogy valaki véletlenül visszaéljen ezen a lehetőséggel. Az admin felületen, az e-napló menüpontban megjelent a hét közepén egy új menüpont, a házi feladatok listája. A házi feladatok listája funkcióval tudjuk azt riportolni, illetve megnézni, hogy az intézményünkbe milyen házi feladatok kerültek rögzítésre, illetve esetleg ehhez a tanulók hozzászóltak-e már. A listán ugye tudunk értelemszerűen akár görgetni, akár tudunk erre valamilyen szűrést végrehajtani. A szűrő felületnek a bővítés az folyamatban van, tehát lesz majd lehetőség, hogy további szűrésekkel, további paraméterekkel is ezeket tudjuk módosítani.
Abban az esetben, hogyha látjuk, hogy a tanulóknak a hozzászólása is már megtörtént, meg tudjuk nézni, és látható, hogy a tanulói hozzászólások a pedagógus által rögzített hozzászólás alatt kerülnek felsorolásra, és ott lehet megtekinteni. Az elektronikus napló nyilvántartás felhasználók menüpontja lehet még számunkra esetleg információtartalommal a jelen helyzetbe, ugyanis itt láthatjuk azt, hogy az utolsó belépés, illetve a jelszó módosítás mikor történt meg az egyes felhasználók tekintetében. Tehát itt rákereshetünk akár név szerint, akár mondjuk felhasználó típus szerint, hogy mikor léptek be utoljára böngészőn keresztül az egyes felhasználók. Fontos azt megjegyezni, hogy jelen pillanatban ezeket az értékeket a böngészős belépésre jeleníti csak meg a rendszer. Tehát, hogyha valaki a mobil applikáción keresztül lép be, akkor azokat az értékeket itt a listában nem fogjuk megtalálni. A házi feladattal kapcsolatban visszalépek még a pedagógusi felületre, az elektronikus naplóba. Ugye alapból nekem egy úgynevezett tanári dashboard, tanári kezdőfelületem nyílik meg. Ez itt a nevem melletti kis monitorikonra, hogyha kattintok, akkor ez fogja bárkinek előhozni a tanári dashboardot. Ezt be is lehet állítani, hogyha a profilbeállításokba ezt szabályozni szeretném. Megadhatom, hogy a belépéskor a heti órarend jelenjen meg, ez az alapbeállítás mindenkinek. Hogyha ezt a pipát kiveszem, akkor a dashboard lesz az, ami az én kezdőképernyőmet fogja adni. Tanórák tekintetében ugye szintén a héten jelent meg egy olyan új funkció, hogy a tanóránál akár a még nem naplózott óránál, és ez fontos, hogy akár a jövőben lévő órákra is van lehetőségünk rögzíteni, a felület kint jelöli a tanóra felületén már, hogy házi feladat rögzítés történt az adott órához. Ennek a rögzítését úgy tudjuk megtenni, hogy rákattintunk egy szürke tanórára, alapból a számon kérés előrejelzés jelenik meg, de át tudunk váltani a házi feladatra, és ide rögzíteni magát a házi feladatot. Szükséges mindenképpen ugye egy határidő megadása, ezt követően pedig a házi feladat rögzítése. Hogyha begépeljük a felületet, lehet látni, hogy a linkek automatikusan már itt ezen a felületen is aktiválódni fognak, illetve ez a tanulók esetében is ugyanígy van a tanulói felületen, ezt mindjárt meg fogjuk nézni azon a felületen, ugyanígy láthatóvá válnak és kattinthatóak a linkek, ez többször érkezik kérdésként, tehát ezeket a linkeket a tanulók kattintással meg is tudják nyitni. A házi feladat mentéséhez a házi feladat mentése gombot kell használni, és ezt követően rögtön rá is kerül a kis házacskaikon, illetve elmentődik a házi feladat. Hogyha egy házi feladatot már előre rögzítettünk, belépünk egy ilyen tanórába, megnézhetjük, hogy valóban van valami rögzítve, akkor az óra naplózásával a házi feladat megmarad és rögzül, tehát nem törlődik. A házi feladat ott marad. Abban az esetben azonban, hogyha a házi feladat ugyan rögzítve van, de a tanóra adatait visszatöröljük, tehát itt megnézve ezen az olvasás órán van házi feladatom, én a naplózás adatait visszatörlöm, erre rákérdez a felület, hogy biztos, akkor a rendszer törli a házi feladatot. Tehát nagyon fontos, hogyha valamiért lenaplózunk egy órát, és utána töröljük és újra naplózunk, akkor valóban a házi feladat arról a foglalkozásról el fog tűnni. Amúgy pedig a házi feladatot a tanulók több felületen is meg tudják nézni. Áttérünk most még akkor egy pár percre a tanulói felületre, és utána pedig állok a rendelkezésükre a kérdésekkel kapcsolatban. A tanulói felületen szintén történt most változás az utóbbi napokban. Rögtön a házi feladatok menüpont kikerült a fő felületre, tehát ide kell kattintani a tanulónak, ekkor listában megjelennek a házi feladatok, és azonnal itt is tudják nyomon követni.
illetve a korábbi időszak házi feladatainak elrejtése funkció aktív, tehát azok a leckék, házi feladatok, amik már lejártak, azokat alapból nem jeleníti meg a felület. A házi feladatoknál tehát most én rögzítettem énektárgyhoz, lesz még biztos több is hozzá, az énektantárgyhoz a jövő heti foglalkozásra, ugye már itt a kiugró felületen is lehet látni azt az információt, ha ezt megnézi a tanuló, akkor fontos, hogy nem ezen a felületen rögtön látja, mert ez az óra adatai, hanem át kell lépni a házi feladat fülre. Tehát a böngésző második fülére át kell lépni, és lehet látni, hogy itt vannak a kattintható linkek, tehát hogyha erre rákattint a tanuló, akkor átvezeti arra az oldalra őt a rendszer. Fontos információ, illetve kezelési trükk, hogyha simán rákattintunk egy-egy ilyen linkre, akkor jelenleg még ez itt az egész oldalon, tabfülön automatikusan megnyílik, tehát a kréta helyett ez a link fog megnyílni. Hogy ezt elkerüljük, a Ctrl billentyűt, hogyha lenyomjuk, és úgy kattintunk a linkre, akkor újabb tabfülök fognak megnyílni, fülek fognak megnyílni, és ott lehet ezeket az információkat megtekinteni, tehát maga a kréta ablak nem fog bezáródni. A tanulóknak, ha nem a házi feladaton keresztül kapják az információt, vagy egyéb információt is kapnak, ugyanúgy az üzenetek menüpont elérhető, illetve a jobb felső sarokban lévő kis boríték ikonon ugyanúgy látható, hogy hány üzenetük van. Bármelyikkel, hogyha a tanulói e-ügyintézés menüpontba átlép a tanuló, akkor egyrészt megjelennek az üzenetek, és fontos továbbra is, hogy az üzenetírása, ha engedélyezve van, akkor alul érhető el. Amennyiben pedig ugye az olvasott üzenetre szeretne a tanuló válaszolni, akkor a válasszal megteheti mindenképpen. A második menüpont pedig a kérdőívek, itt van lehetőség a tanulónak a kérdőíveket megtekinteni, illetve kitölteni és azokra válaszolni. Az üzenetek felületre visszatérve egy pillanatra, az még fontos információ lehet, hogyha egy-egy üzenetet még nem végeztünk el, akkor megtehetjük azt, hogy olvasatlannak jelöljük, ahogy bármilyen levelező rendszerbe, tehát így akár, hogyha üzenetek funkción keresztül érkeznek számunkra, illetve a tanulók számára a feladatok, akkor azokat tudják szelektálni, hogy mik azok, amik elkészültek, mik azok, amik nem készültek el, illetve, hogyha egy-egy üzenetet törlünk, akkor az automatikusan eltűnik erről a felületről, de a törölt üzenetek között meg fog maradni, tehát nem törlődnek az üzenetek ténylegesen, lényegében csak átkerülnek a törlés funkcióval a másik fülre, egy másik felületre. A kréta rendszerrel kapcsolatban még egy fontos funkció, illetve egy fontos információ, ami a jelen helyzetben ugye a szülői, illetve tanulói belépésekkel kapcsolatban nagyon fontos megkülönböztetni, hogyha belépve a jobb felső sarokban a tanuló neve látszódik csak és kizárólag, akkor azt jelenti, és egy szülő mutatja nekünk ezt, akkor ez azt jelenti, hogy a szülő nem a saját gondviselői felhasználó nevével lépett be, hanem a gyermekéjével. Tehát úgy tudjuk megkülönböztetni, hogy ki az, aki a rendszerben van, hogy a név az csak a tanuló neve, illetve üzenetek funkciója van, vagy hogyha ez egy szülő, egy gondviselő, akkor a tanuló neve plusz a gondviselő neve jelenik meg, illetve a szülőknek az e-ügyintézés funkció is elérhető és látható, hiszen nekik joguk van egyéb elektronikus ügyintézési funkciókat is elvégezni. Tehát, hogyha átlépek most szülőként, akkor lehet látni, hogy egyéb folyamatban lévő ügyeim vannak, itt tudom az ügyeket kezdeni, intézni, illetve egyéb dolgokat tudok még itt a felületen elvégezni. Én azt gondolom, hogy röviden ezek lettek volna azok az újabb funkciók, amik mostanában kerültek a rendszerbe, és most megnyitom a chat ablakot, nem tudom, hogy ez önöknél mennyire látszódik, és próbálok az ott feltett kérdésekre válaszolni. Mi a különbség az e-ügyintézés fülön küldött üzenet és a feljegyzések menüpontban elektronikus üzenetként küldött üzenet között? A feljegyzéseknél elküldött akár fali újságbejegyzés, akár elektronikus üzenet bejegyzés, hogyha átlépünk itt a tanulói felületre,
a kréta rendszeren belül fog megjelenni, azaz a fali újságbejegyzés itt ebben a listában fog megjelenni, valamint az információkon belül fogjuk még megtalálni az egyéb feljegyzéseket, illetve az egyéb információkat, míg az elektronikus ügyintézés üzenetek funkció, ahogy az előbb mutattam, egy teljesen más felületen fog megjelenni. A fő különbség az igazából a két típus között, hogy az elektronikus ügyintézésnél jelenleg lehet csatolni már, ugye? Illetve hát ott mindig is lehetett csatolni, és csatolmányokat is, bármilyen csatolmányt tudunk az üzenetünkhöz társítani, illetve akár több osztály, több tanulójának jobban tudunk szelektálni. A fali újsággal értelemszerűen minden tanulónak az intézményben, illetve gondviselőinek egyszerre tudunk üzenetet küldeni, és az elektronikus üzenetnél pedig, a krétán belüli elektronikus üzenetnél, ott pedig egy-egy osztálynál tudunk szelektálni. Tehát mindenképpen az elektronikus ügyintézés üzenetek funkciójánál bővebb a lehetőség, akár ugye csatolni is tudunk, akár a címzetek köre is többféleképpen szabályozható. Hogyan érhető el bővebb menü? Nekem csak három menüpontom van, ez az e-ügyintézésre vonatkozik, gondolom. Az e-ügyintézés menüpontjai attól függenek, hogy milyen funkciók vannak bekapcsolva az adott intézményben. A folyamatban lévő ügyek, üzenetek, kirándulások, kérdőívek, ezek a menüpontok, én úgy tudom, hogy mindenkinél be vannak kapcsolva, illetve a beállítások. A közte lévő funkciók még jelenleg vagy pilot projektben, vagy még csak fejlesztés folyamatában vannak, tehát ezeket nem biztos, hogy elérhetik, illetve attól is függhet, hogy egy-egy menüpont megjelenik-e az önök rendszerében, hogyha nem a Klebersbeck központ a fenntartójuk például, hogy milyen modulokat rendelt meg, és milyen moduloknak a használatát szeretné. Az üzenetek, illetve a kérdőívek modul, én úgy tudom, hogy most a jelenlegi helyzetet tekintettel mindenkinél bekapcsolásra került, tehát automatikusan mindenkinél elérhetőnek kéne lennie. Azonban vannak olyan intézmények, akik, hogyha ezt kikapcsolják manuálisan, ahogy mutattam a beállításnál, akkor újra elrejtik, tehát nekik nem lesz. Tehát ezt kell esetleg megnézni, hogyha az üzeneteket hiányolja valaki, kirándulás és iskolai esemény sincsen, igen, kaptam egy ilyen hozzászólást, az már plusz modul, tehát a kirándulás, illetve az iskolai esemény az egy plusz modul. Az üzenet kérdőív jár együtt, az én úgy tudom, hogy mindenkinél elérhető. Ha ez nincsen, akkor nézzék meg a beállítások üzeneteknél adminként belépve, hogy itt ez a pipa megvan-e. Ugyan üzeneteket most bekapcsolta, nagyon jó, akkor meg fog jelenni valószínűleg ez a két menüpont. Köszönöm szépen a visszajelzést. Amire még esetleg érdemes gondolni, hogy az elektronikus ügyintézést ki és miképpen tudja kezelni. Adminisztrátorként kell mindenképpen a rendszerbe, a kréta rendszerbe belépnünk, mert hogy a kréta rendszer az alapja az elektronikus ügyintézésnek is. Tehát, hogyha bármelyik pedagógusnál megnyitjuk, vagy alkalmazottnál megnyitjuk a belépési adatokat, akkor ezen a felületen, bocsánat, itt a chat ablakokat odébb húzogatom, akkor ezen a felületen látható, hogy a többféle jogosultságból nálam ugyan mindenben van kapcsolva, de amire önöknek szükségük lehet. Adminisztrátor az admin felület elérése, napló, naplózó pedagógus. Az aláíró és az e-ügyintéző funkció tartozik vagy kapcsolódik az elektronikus ügyintézéshez. Az e-ügyintéző minden osztályhoz hozzá fog férni, és a minden osztályjal kapcsolatban tud ügyeket intézni, és neki mindenképpen megjelenik a kréta rendszerében az e-ügyintézés kukacjel az átjelentkezéshez. Az aláíró pedig az a személy, aki a határozat hozatalnál az aláírást, a végső határozat döntést meg tudja hozni. Tehát az iskola titkár ugyan például, vagy egy osztályfőnök az e-ügyintézés felületen el tudja indítani a jogokat, de mondjuk egy igazgatói döntést nem tudnak meghozni, az csak és kizárólag az aláíró jogosultság tudja megadni. Fontos, hogy se az e-ügyintéző, se az e-sel jogosztályfőnöknek nem szükséges, hogy kiosztásra kerüljön, mivel, bocsánat, itt felugrott nekem egy ablak,
Jó? Tehát fontos, hogy se az e-ügyintéző, se az e-sel jognak a kiosztása osztályfőnököknek nem szükséges, mivel számukra a rendszer ezt automatikusan megadja. Ha valakinek e-ügyintéző és e-sel jogot adunk, az azt jelenti, hogy az intézmény összes osztályával kapcsolatban hozzáférnek ezekhez az információkhoz. Térnék egy következő kérdésre. Hogyan érhető el a mutatott bővebb menőn? Jó, igen, ez ugyan még egyszer a menőről volt a kérdés. Kirán, igen. Saját magam által felvett, készített videók is csatolhatók-e az e-ügyintézésben küldött üzenetekhez? Igen, a csatolással kapcsolatban méretkorlát ugyan van, én úgy tudom, hogy 10 megabájtnál nagyobb fájloknak a csatolására nincsen lehetőség. Ilyen esetekben azt szoktuk javasolni, hogyha azok nem érzékeny adatokat tartalmazó csatolmányok, mondjuk például egy olyan videó, ami mondjuk egy oktatással kapcsolatos, tehát hogy mondjuk egy órát, azt ugye fölveszük videóra, és a tanórát így szeretnénk kiküldeni a tanulóknak, hogy azt nézzék meg, akkor azt vagy valamilyen megosztó helyre rakjuk föl, például egy saját tárhelyre, és akkor onnan akár egy saját felhő tárhelyre, és annak a linkjét rakjuk bele az üzenetbe, mert akkor ezt mindenképpen a tanulók jobban el tudják érni, illetve ebben az esetben nem is biztos, hogy nekik ezt le kell tölteni. Tehát az ő oldalukon is ezzel tudunk adatforgalmat spórolni és csökkenteni. Másrészt pedig a rendszernek is ez ugye segítség lehet, hogy mondjuk egy 10 megabájtos videót nem kell 300-szor, vagy 30-szor letölteni egy osztály esetében, hanem csak azt a linket megnyitják a tanulók. Én itt a chatbe több kérdést nem látok, akkor még ehhez az adat tartalomhoz, vagy az adatmennyiséghez szeretnék egy kis információt hozzáfűzni. A főoldalunkon, ahogy említettem már, itt vannak a gyakran ismételt kérdések, illetve alatta található, hogy a nagy mobil szolgáltatók a Kréta tudásbázis, illetve a Kréta elkréta.hu területre tartozó weboldalaknak az adat használatát azt kivette az egyes mobil keretekből, tehát bizonyos határidőig a Kréta területeink látogatása ingyenes, azonban a külső linkeken lévő elérhetőségek, mint például akár itt a mi nálunk is csatolt videók, akár az e héten lezajlott online videónak is a visszanézése, az már nem tartozik bele ebbe az ingyenes keretbe, tehát fontos, hogy ugyan ezeket honnan tudják a tanulók elérni, illetve hogyan tudják megnézni, hogyha ez számít akár a tanulók, akár a szülők tekintetében. Nem tudom, hogy esetleg további kérdésük van-e még. Igen, igen, látom, hogy kérdőívnek lesz-e továbbfejlesztett változata, például automatikus értékelés. Ugye a kérdőív az egy kérdőív funkció, és most próbáljuk használni, mint akár számon kérő rendszer. Jelenleg most biztos, hogy nem ebben az irányban folynak a fejlesztések, hanem egyéb olyan sürgős dolgokat oldanak meg a kollégák, vagy sürgősebb dolgokat. Az biztos, hogy látva a funkció ez iránti erős igényt előtérbe helyeződött, és gondolkozunk rajta, hogy hogy lehet megoldani. Jelen esetben a kérdőíveknek a kiértékelése az ugye mondjuk egy Excel táblázaton keresztül oldható meg, tehát minden kérdőívre adott válasz kiexportálható. Ezt akkor esetleg még megmutatom. A kérdőívekbe, hogyha belépünk, a létrehozott kérdőívek, például egy korábban már lezárt kérdőív csoportja, a címzettek és visszajelzések fül jobb alsó sarkában van egy olyan, hogy visszajelzések letöltése. Ezzel jelen pillanatban Excelbe az összes választ a rendszer ki fogja rakni számunkra.
és itt tudunk valamilyen módosítást végrehajtani. Nem tudom, hogy a csetablak az mennyire takar ki, vagy mennyi jelenik meg az önök esetében is. Tehát az Excelben tudjuk azt megtenni például, hogy berakunk egy szűrőfunkciót, és akkor rá tudunk szűrni olyan információkra, ugye, hogyha sokkal több válaszunk van, hogy ki az, aki mondjuk nem tudja biztosítani a gyerekének a otthoni tanulást, és ki az, akinek ugye valamilyen módon be kell járnia. Tehát ugyanezzel a funkcióval megoldható az, hogy ki az, aki 1-es, 2-es, 3-as, hogy igen-nem válaszokat adott egy-egy kérdőívre. De visszatérve az alap kérdésre, gondolkodunk rajta, és elképzelhető, hogy a későbbiekben valószínűleg egy másik funkcióban, hiszen a kérdőív és egy ilyen számon kérő funkció teljesen más funkció. Elképzelhető, hogy a későbbiekben egy számon kérések funkció is bekerülhet az e-ügyintézésbe, ugyan a megfelelő új vagy más egyéb funkciókkal kapcsolatban. Köszönöm a kérdést. Igen, hogy esetleg előfordulhat-e, hogy napközben is kénytelenek bizonyos mozdulókon változtatni, és átmentenek nem érhető. Igen, sajnos volt rá példa az előző napokban is, hogy egy-egy funkciót akár a fenntartókért, hogy azonnal módosítsanak a fejlesztő kollégák, vagy láttuk, hogy egy-egy funkció bizonyos fenntartóknál akkora igénybe vételnek került, vagy akkora igénybevétel alá került, hogy módosítani kellett rajta, hogy akár átmenetileg ugye ne legyen mindenhol elérhető, vagy máshogy működjön, optimalizálták a kollégák, és utána visszakerült, és ezért elképzelhető valóban, hogy néhány modul eltűnik, vagy megjelenik, de mindenképpen javasolt, hogy ilyenkor várjanak egy kicsit, és nézzék meg néhány perc múlva akár, hogy ott elérhető-e. Illetve azt is tapasztaltuk néhányszor, hogy az elektronikus ügyintézés és a krétarendszer, mint ahogy láthatták, ugyan szorosan együttműködik, de mégis két különálló modul. És néha előfordul, hogy amikor nagyon sok felhasználó jelentkezik át a krétából az elektronikus ügyintézésbe, akkor ezen az átjelentkezés folyamatában bizonyos felhasználóknál beakad valamilyen más elérési útvonal. Ilyenkor javasolt akár megpróbálni azonnal egy másik böngészőben ugyanúgy a krétába bejelentkezni, és onnan az e-ügybe átlépni, mert lehet, hogy ugyan az eddig megszokott felületünkön ez hirtelen nem érhető el, ott hiába frissítünk, várunk 5 percet, nem jelenik meg, viszont hogyha rögtön, ahogy egy fehér képernyő jelenik csak meg az e-ügy helyén, belépünk egy másik böngészőbe, a krétába és onnan az e-ügybe, lehet, hogy azonnal be tudunk lépni. Ez a jelenlegi, hirtelen és egy-egy koncentrált időben fokozódó használat miatt sajnos néha előfordul. Ugye itt azt is érdemes tudni, hogy a fenntartónak az üzemeltetői, tehát ugye a Klebersbe központ egyéb fenntartóknál vannak ezek az adatok, illetve az ő szerverparkjaikon működnek a rendszerek, ők is keményen dolgoznak rajta, hogy a hatalmas megnövekedett igényt lehessen kezelni, mert tényleg nagy mértékű használatbeli növekedés történt minden rendszerben a kréta moduljaival kapcsolatban.